Sziasztok, Virág vagyok, a Klub 89 tagja. Nagy színásra jöttem Békés megyéből egy faluból. Igazából szerintem tök jó dolog klubozni a koliban, mert csak ekkor úgy élhetitek át a diák életet igazából. És ide mindig jöhettek, mindig van mind nevetni, mindig van mit inni, és közösen szórakozni, bár most a vírus helyzet miatt sajnos ez annyira nem legális. De várjuk titeket sok szeretettel. Szerintem meg kell csatlakozni. Ez jó, nagyon gáz. Szerintem tök király. Jó. Sziasztok. Na, csapó. Akkor most bevezélek mindenkit a Klub 89 Klub szobájába. Hogy láthatok, óriási most a chill, nagy a chill, teljesen így vibe check. Itt van az emlék, valószínűleg minden eredmény, amit elértünk ebben az életben, szóval... Ja, hát semmelyik más klubnak nincs ekkora fanatáját. Sziasztok, Adri vagyok, a Klub 89 alelnöke. Rólunk egyébként annyit érdemes tudni, hogy 1989-ben alapultunk, így mi vagyunk a koli második legöregebb klubja. Kicsi, de nagyon családias hangulat van nálunk, és mindig mindenki számított mindenkire. Egyébként rengeteg programot szoktunk szervezni. Montázs. Sziasztok, én Barna vagyok, a Klub 89 tagja, és magamról annyit mondanék még, hogy Szegedről érkeztem, nagyon szeretek ebbe a koliba járni, és mindenképpen választhatok a klubos életet, mert... szóval a... Szóval, ebben a klubban bárkit szívesen látunk, bárhonnan jössz, bárki vagy, bármilyen magas, bármekkora a hajad. Szóval, ez itt a Klub 89, a hangulatot meg majd ti megtapasztaljátok, reméljük minél hamarabb. Ő itt a klubnak a tagja, ő Bob. Bob az élettársa. Flashback. Ez nem az, aminek látszik. End a flashback. Programjaink közé tartozik például az Alter és Fivaest. Nem? Mi a f***ról beszélek? Alter, Budi, Fivaest, Tevest. Szoktunk készíteni korndogot, húg szendvicset és egyéb különlegességeket, mint például a sushi. Emellett nyáron és ősszel mindig elmegyünk valami menő helyre kirándulni együtt. Sziasztok, Viki vagyok, Kaposváról érkeztem, ez gagyú volt. Harmadik évet kezdem az ELTE germanisztikán. Klub 89 tag. Jól vágd össze, könyörgöm. Nagyon szeretem ezt a klubot, mert itt tényleg olyan emberekkel is rákezdve, akik így tényleg az életed részeivé válnak. Szeretek így. Mert ebbe a szobába nem megyünk be, mert itt tartjuk a malájkul. Szóval reméljük, kedvet kaptatok hozzánk, a Klub 89 mindig szeretettel vár titeket. Yeah!